Élettel telt meg a Tolnai Városháza előtti terület, ugyanis téren nyáron elnevezéssel szervezett közösségi programot a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár. Az eseményt mintegy próbából szervezték, mondja az igazgató. Ha tetszik, a közönségnek máskor is lehet hasonló könnyed nyáresti rendezvény a Hősök terén. Téren nyáron programunk kezdődött el ma 5 órakor, itt a Hősök terén Tolnán. Régen volt már ilyen kisebb volumenű rendezvény a téren. Hát próbáljuk belakni. 5 órakor kezdődött, veteránautó, traktor bemutatóval, rendőrségi bemutatóval, tűzoltó bemutatóval. Természetesen az étel és ital kínálatról is gondoskodtak a szervezők, emellett kitelepült a közelmúltban alakult helyi társasjátékklub is. Több mint egy éve alakult az egyesületünk, és célunk a társasjátékok népszerűsítése és a játék kultúrájának a megerősítése. Elsősorban Tolnán, de igyekszünk kinyitni a települések fele, ezért is idén megtartjuk az első dél-dunántúli társasjátékklub találkozót. Itt a környező településeknek a klubjait hívjuk szeretettel, és bízunk benne, minél többen érkeznek majd. Közösségépítő. Kint vagyunk a szabadban, mint például most is, lehet bárhol lehet végezni, és fiatalokat is próbáljuk rávenni, hogy minél többen legyünk, és szeressenek játszani, mert játszani szerintem mindig lehet, kortól és nemtől függetlenül. Havonta egyszer találkozunk itt Tolnán, a közösségi házban, és 18 fő is most jelenik az egyesület. Bízunk benne, hogy minél többen leszünk. A kulturális központ célja, hogy lehetőség szerint minél jobban kihasználják a helyi közösségi tereket. A nyár hátralevő részében több hasonló jellegű kisebb rendezvényt is terveznek. Gyakorlatilag, amikor pályáztam az igazgatói állásra, mivel Tolnai vagyok, már régóta figyelemmel kísértem a városnak a kulturális rendezvényeit, és nyilvánvalóan korábban a pandémia nem adott erre lehetőséget, de úgy elszoktak az emberek az ilyen közösségi együttlétektől, és úgy gondoltuk kollégáimmal, hogy megpróbálkozunk vele. Úgyhogy most ez az első alkalom. Az estét koncert zárta a tolnai zenészekből álló Walking Mama és a Szexedi Barbária együttes szórakoztatta a közönséget. Rock and rollt játszunk, kicsit rockosabb változatban Hungáriát, hát körülbelül egy 3 éve vagyunk így együtt zenélünk. Igazából retro, de egy olyan retro stílus, ami a mai napig fent maradt, és szerintem szereti, meg főleg, hogy egy kicsit újítottunk rajta, kicsit mai, rockosabb változatban. Kicsinek is táncoltam, ugyanúgy a Csók királyra, tehát nekem úgy a véremben van szerintem ez is, mint bármelyik másik stílus is. Maga az öltözeti stílusban is, tehát egyre jobban jönnek vissza ezek a stílusok, régies fajta. Általában nyáron járunk, most is például voltunk Nógrád megyében kedden, úgyhogy most már azért messzebb is megyünk, nem csak így Tolna megyében, de Tolna megyében nagyon sokat telt, és szerintem már mindenhol megfordultunk így a környéken. Augusztusban egyébként szintén a Hősök terén retro partit szervez a kulturális központ. A nyár végén helyi zenekarokkal terveznek bulit a Dunaparton, szeptember második hétvégén pedig már a sokak által kedvelt rendezvény, a Bárka Fesztivál várja az érdeklődőket Tolnán.